Szia! Ebben a videóban szeretném neked elmondani, hogy mik lehetnek a tojás helyettesítők, mit használjunk tojás helyett. Természetes növényi por, az agar-agar, sűrítésre, zselésítésre szokták használni, ez a zselatin helyettesítésére szolgál, a vegán étrendben használják. Az almaszósz és a banán szintén az ételek sűrítéséhez lehet használni, illetve sütemények felhasználásához. Kukoricakeményítő szintén sűrítésre lehet használni, pudingok vagy krémek elkészítéséhez. A konnyacpor rendkívüli vízmegkötő képessége révén már kis mennyiségben használva is képes krémek és pudingok sűrítésére, tészták állományjavítására. A nyílgyökér tökéletes a búzaliszt, illetve a keményítők helyettesítésére, sütés vagy sűrítés esetén is. Az áztatott őrötlen mag, ez körülbelül olyasmi állagú, mint a tojásnak a fehérje. Én még csak főztem, így porállagba áztatni még nem áztattam. Ezekkel az élelmiszerekkel tudjuk a tojást helyettesíteni. Remélem tudtam neked ezzel a videóval segíteni. Minden jót kívánok neked. Szia!